Kossuth-Abaúj-Zemplén megye északi részén, a szlovák határtól pár kilométerre fekszik Torna-Szent András ősi települése, mely Közép-Európában egyedülálló értéket rejt magában. A falu fölé emelkedő dombon áll, festői környezetben az Árpád-kori római katolikus templom, mely ikerszentélyével világviszonylatban is ritkaságnak számít. A hármas tagozódású templom építését három szakaszra lehet elkülöníteni. A szentély a 12. században épült, amit a 14. században bővítettek meg a templom hajóval. A török időkben a falu elnéptelenedett, temploma romba dőlt. Egészen a 18. századig romként ismert, majd 1740-ben építették fel újra a templomot. Ekkor kapta az elpusztult, minden bizonnyal gótikus mennyezete helyett az egyszerű síkboltozatot, és kapott új ablakokat, sekrestjét és egy dongaboltozatos előterű bejáratot az északi oldalon. A templomot az Országos Műemlék Felügyelőség munkatársai tárták fel és állították helyre 1971 és 75 között. A szakemberek arra törekedtek, hogy az ősi templom látványában és hangulatában is a régmúltat idézze. Ekkor váltak láthatóvá a 12. és 14. század közepéről származó freskó töredékek. Belépve a templomba, azonnal érezni lehet a történelmet. Az évszázadok imádságai mintegy beleivódtak a falakba. Az ember szinte észrevétlenül is elcsendesedik és imára kulcsolja kezét. Szent ez a hely. Örök kérdés marad, hogy miért készült két szentély a templomban. Talán két védőszent tiszteletére, vagy valami más okból? Erre több válasz is megfogalmazódott. A feltáráskor nem találtak kriptát, altemplomot, de még oltárok maradványait sem a szentélyekben. Így valóban csak találgatni lehet. A fennmaradt freskók üzennek a régmúltból. A szentély két ívét elválasztó oszlopáról Szent István töredékes alakja tekint ránk, míg a diadalív két alsó részén Szent László és Szent István egykor egész alakos képe. A diadalív központjában az Isten bárányára tekinthetünk fel, akire a két magyar királyszent is felnézett és erőt merített Krisztus áldozatos szeretetéből a mindennapok küzdelmeihez. A gótikus hajó két fő falán a Szent Kereszt felmagasztalásának jelenetét láthatjuk a Donátor Bebek család egyik tagjának térdelő alakjával, míg a másik oldalon angyalok koronázzák meg Szent Pétert. A mellette lévő freskó töredéken vértanúságát láthatjuk. Hűség Krisztushoz, hűség az egyházhoz. A korabarok mellékoltáron Mária megkoronázását látjuk. A hagyomány szerint az oltár a szögliget fölött magasodó Szádvár egykori kápolnájának oltára. A
A Bódva völgyében járva senki el nem ulaszta megtekinteni a Tornaszent Andrási Árpád-kori templomot. Akár zarándokként, akár turistaként lépünk be ajtaján, megérint a csend, a falai pedig a majd 1000 éves létéről és a bódva völgyiek ősi hitéről mesélnek.